Köszöntöm a VKC televízió nézőit, önök a Budakalászpa hírmagazinunkat látják. Lássuk először témáinkat röviden. Diabétesz világnap. Szélviharokra figyelmeztet a katasztrófa védelem. Kézilabda. Veresség Balatonfüred együttesétől. A Kóskároly Művelődési Házban november 24-én tartották a Cukorbetegek világnapját. A program meghívott vendége Hevesi Tamás előadó művész volt, aki érintettként is kiemelt feladatának tartja az emberek tájékoztatását. A Kóskároly Művelődési Házban már több éve előadásokkal hívják fel a figyelmet a cukorbetegségre és a szűrések fontosságára. Elévvel mondom, én is cukorbeteg vagyok, már 23 éve is, és ezt nagyon fontosnak tartom azt, hogy lássák az emberek, hogy ettől ugyanúgy lehet bármit csinálni, ugyanolyan aktív életet lehet élni, hogyha valaki, nehogy Isten, fiatalkoron megbetegszik, akkor az éppenséggel egy erős odafigyelést igényel, de utána ugyanúgy lehet bármit csinálni. Hevesi Tamást, ugyan méltán népszerű énekest, aki egyébként fociedző és rendkívül aktív életet él, és erről nagyon sokat fog beszélni, hogy neki a sport milyen fontos az életében, és ő elfogadta a meghívásunkat, nagyon rögtön igent mondott, mert ez neki is egy nagyon fontos szívügye. Sajnos sokan nyitottak, de azért legtöbben az idősebb korosztályból jönnek, mert azért még mindig hál' Istennek ritka, hogyha valaki fiatalon cukros, de akik itt a településen élnek, ők is el szoktak jönni, és jó kérdéseket tesznek fel, és aktívan részt vesznek az előadásban. Magyarországon jelenleg több, mint 700 000 diagnosztizált cukorbeteg él, és körülbelül 500 000 azoknak a száma, akik már cukorbetegek, de még nem tudnak róla. A kilátások még riasztóbbak, hiszen 10 év múlva, a 20-70 év közötti korosztályban már minden tizedik ember cukorbeteg lesz hazánkban. Nagyon fontos tehát, hogy megfelelő információval rendelkezzünk erről az eleinte észrevétlen, de szövődményeit tekintve igen súlyos betegségről. Hevesi Tamás énekes is nyíltan beszélt cukorbetegségéről. 31 vagy 32 éve nem volt egy kellemes érzés, hiszen nem tudtam semmit magáról a cukorbetegségről. Ugye ma már az utcemberét, ha megkérdezzük, talán valaki már valamit sejt erről, hogy mi ez a betegség, de sajnos még mindig nagyon kevés az igazi, aki ebből komoly információkkal bír. És akkor még én akkor Solymáron laktam albérletben, és mindig is sportoltam. Ugye váltott atléta voltam, és utána meg mellette én mindig futballoztam. És ugye fölkerültem Budapestre, Solymáron laktam, mert olcsóbb volt, a zenekarunk ott próbált, és a focipályán ugye edzés közben egyszer csak észrevettem valami furcsa érzést, ami előtte még soha. Ez volt, amikor az emberek leesik a vércukor értéke, ezt hívjuk hipoglikémiának, és azt vettem észre az edzés közben, hogy koncentrációhiány, verejtékeztem, remektem, teljes ilyen nagyon furcsa érzés volt. És milyen csodálatosan van megtervezve az emberi test vagy szervezet, hogy mintha semmit nem tudtam semmiről, hazafutottam már az albérletbe, kinyitottam a hűtőt, és ami benne volt, megettem, és jól lettem. Magyarul a hiperglikémiám volt, tehát leesett a vércukrom nagyon, és utána meg egy hipoglikémiám volt, tehát pont fordítva, tehát hipoglikémiám volt, és ebből lett a hiperglikémia, tehát fölment a magasba utána biztosan, mert ugye rengeteg szénhidrátot valószínűleg bevittem. Ez a hipoglikémia, amelyet ugye sokszor átélünk azóta is. És hogy keveset, akkor még mondhatnám azt, hogy nem, hogy keveset, szinte semmit nem tudtam a cukorbetegségről. És óriási mákom, vagy szerencsém a szerencsétlenségben, hogy abban az albérletben együtt laktam ugye a dobos zenész társammal, ugye egy ilyen lakásban, és az ő kedvese velünk szintén ott lakott, és ő egészségügy is volt. És ő kérdezte, mert Tamás, nem vagy te cukorbeteg? Mondom, micsoda, hagyjál meg hülyeségeddel. És így indult az egész. Hazautaztam Gyulára, mert én gyulai vagyok, és az ottani dr. Gyimesi András belgyógyászhoz mentem, és egyből elkezdett velem foglalkozni, és mondtam neki, hogy én bármit elviselek, csak ne kell magam megszúrni. Tehát, hogy beszedek 3 marék tablettát is naponta, ha kell, meg diétázom, meg mindent, csak ne, tehát a szúrás az ne. Mert az emberben mi van? Egy ekkora tűt képzeljünk el, és milyen érdekes, akkora tű is volt. Tehát ez 32 évvel ezelőtt, jó, nem kell megijedni, ez nem úgy történt, hogy merülegesen beszúrjuk, és aztán nem, hanem nyilván megemelt zsírrétegbe kell, ahol nincsenek izégvéződések, vagy csak ritkán. Amikor kiderült, hogy cukorbeteg, rettegett attól, hogy inzulint adjon be magának, ám a gyógyszeres kezelés hatástalannak bizonyult nála. Alaphelyzetben nagyon-nagyon szörnyű szövődményekre számíthat az, aki ezt elhanyagolja. A cukorbetegség az ilyen szempontból a legkegyetlenebb betegségek egyike, hanem a.
Tehát ugye mit is támad a hajszálereket? Hol vannak a hajszálerek? Kezdjük először is a szemben, tehát a vakulásra. Körülbelül 20-szoros veszélyeztetettségünk van, mint egy kvázi egészséges embernek. Amputáció, mert a hajszálek a lábujjak, lábvégződéseken. Tehát sajnos én is ismerek több olyan cukorbeteg kollégát, barátot, ismerőst, akinek már levágták az egyik lábujját, aztán sajnos utána levágják a másik lábujját, aztán már levágják a lábfejét, sorolhatnák. Tehát azért mondom el ilyen nyíltan és őszintén, mert hogy vegye mindenki komolyan. A másik a vesét támadja. A vesét nagyon komolyan, illetve bármi hihetetlen, ugye a hajszáler mindenhol van, de ezáltal a stroke, hatalmas veszély, illetve bármifajta szívi elváltozás. Tehát magyarul pont az érrendszer támadja az életünknek a rendszerét. Tehát ha erre valaki odafigyel, akkor 96 évesen is ugyanilyen tökéletesen itt beszélget önnel, vagy veletek. Ha valaki erre nem figyel, nagyon gyorsan képes nagyon komoly roncsulást végezni. Tehát én úgy gondolom, ha már ilyen lehetőségem van, hogy képviselhetek egy olyan betegséget, amelyet én 32 éve magammal hordozok, és állandó társam és partnerem, sajnos nem akar megcsalni, nem akar elhagyni, nem börtönez, ugyanúgy lehet vele együtt élni, ugyanúgy ehetünk szinte mindent, mint az egészséges ember. Annyi, hogy akkor korrigálnunk kell, inzulinnal rá kell segítenünk, hiszen nekünk nincsen inzulin termelésünk. De ezt nem is betegségnek kell fölfogni, hanem egy életformának. Egy életformának. Nagyon sokban függ attól, hogy jönnek a frontok, mennek a frontok, nem tudunk mit csinálni, akkor nekünk megmozdul a cukrunk. Akármennyire fegyelmezettek vagyunk. Stressz, akármilyen fegyelmezetlen vagy, csinálhatsz te akármit. Az úgy indul fölfelé. El lehet képzelni, amikor a Sztárban, vagy a nagy duetben ott állok, és tudom, hogy mindjárt ki kell állni több millió ember elé, és élőben olyat kell produkálnom, hogy tovább jussak, és tetszen az országnak, tetszen a zsűrűnek, és tetszek önmagamnak. El tudja az ember képzelni, hogy egy kvázi egészséges embernek nincsenek ilyen problémák, csak koncentrál és fölmegy és megcsinálja. Nekem egy hihetetlen stresszfaktoron keresztül, hihetetlen mennyi mérés és mennyi inzulin plusz kellett adnom ahhoz, hogy egyáltalán akkor fölmegyek a színpadra, hogy rendben legyek, de arra is vigyázni kell, ha meg túl adagolod magad, akkor meg az a baj. Szóval, hogy ez... Szóval nekem ott a háttérben volt elég kemény munkám. Azért, hogy amikor kiálltam, akkor az ország láthassa, hogy felkészült vagyok. Diabétesz világnapot első alkalommal 1991-ben szervezett a Nemzetközi Diabétesz Szövetség és az Egészségügyi Világszervezet, látva a cukorbetegség világszerte növekvő terjedését. Azóta népszerűsége folyamatosan nő, ma már több, mint 350 millió embert kapcsol össze a világon, köztük az egészségügyi ellátás szakembereit, ápolókat, cukorbetegeket és a társadalom valamennyi tagját. Hajnal óta folyamatosan érkeznek a hívások a Pest megyei műveletirányításra az erős szél okozta károk miatt. Főleg kidőlt fák, leszakadt ágak, villanyvezetékek okoznak gondot a megye területén. Számos esetben avatkoztak be és folyamatosan számolják fel a károkat a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltók. A katasztrófa védelem kéri a lakosságot, hogy az időjárással kapcsolatban kísérje figyelemmel a katasztrófa védelem közleményeit, az okostelefonnal, táblagéppel rendelkezőknek javasolják, hogy telepítsék a katasztrófa védelem Waze alkalmazását és figyeljék a katasztrófa védelem Facebook oldalán, illetve honlapján közzétett információkat is. Hazai pályán fogadta a Szeje Budakalász Balatonfüred együttesét az NB1 soron következő mérkőzésén. A két csapatot mindössze egy pont választotta el egymástól a bajnokságban. Már a meccs kezdetén érezni lehetett a balatonpartiak fölényét. A 24. percre 6 gólos előny dolgozott ki a vendégcsapat. Parondó szépített hetesből tudott faragni hátrányából a Budakalász. A Dudaszó előtt 4 gólos vendégelőnnyel zárult az első játékrész. Tudtuk, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Nagyon szerettünk volna nyerni, hiszen jó formában van a csapat. Most volt évelején egy kisebb vagy nagyobb hullámvölgy, amiből szépen jövünk ki, és most 3-4 meccset sikerült győzelemmel lejátszani. Nagyon szerettünk volna nyerni, nagyon készültünk. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat is tettünk a győzelemért, ami végül is sikerült, és összességében dicséret érdemli a csapatom minden játékosát, hiszen azt, amit megbeszéltünk, amire készültünk egész héten, azt maximálisan megoldották. Benne van az újdonság varázsa mindig az ilyen újonc csapatnál, sőt benne van az is, hogy ebbe a csarnokban még nem játszottunk soha. Játékosokat kérdeztem, senki nem tudta, hogy hova jövünk. A videón láttuk csak, hogy néz ki ez a csarnok, de összességében hát jó élménnyel távozunk.
dolgozunk, és hogy te is említetted, mai világban már mindenkiből fel lehet készülni, hiszen az interneten minden mérkőzés fenn van, úgyhogy ilyen szempontból nem volt problémánk, és a játékosokat is ismerjük régóta, hiszen sok kiválóság játszik az ellenfélbe, és sok NB1-es rutinnal, sok NB1-es mérkőzéssel, tehát a régebbi tapasztalatokat is összerakva, én azt gondolom, hogy a felkészülésünk sikerült, és egy nem volt szép meccs, a mai, én azt gondolom, inkább a küzdelem dominált, de számomra egy nagyon fontos két ponttal fogunk hazatérni. Évelején úgy indultunk, hogy szeretnénk a tavalyi pozíciónkat megtartani, tehát abba az első 6-ba, 5-be, 4-be, tavaly 4-ig lettünk a bajnokságba, Magyar Kupába sikerült egy bronzérmet szereznünk. Azt tudni kell, hogy 7 játékosunk eligazolt, tehát teljesen, most hát nem is teljesen, de kicserélődött a csapat, ebből 3-4 meghatározó játékos, aki távozott, tehát Szegedre, Veszprémbe visszamentek játékosaink, Tatabányára eligazolt húzó emberünk, úgyhogy az év eleje ez rá is ment, az első 5-6 forduló nagyon rosszul játszottunk, egyszerűen nem találtuk azt a sebességet, azt a dinamikát, ami jellemezte előtte a csapatunkat, és hogy az előbb is említettem, most egy 3-4 meccs óta, vagy visszamenőleg egy másfél-két hónap érzem azt, hogy a csapat elkezdte azt játszani, amit szeretnénk, elkezdte azt a lendületes, fiatalos jó játékot játszani, és természetesen eredményesen is, ami nagyon lényeges. Én nagyon boldog lennék, ha sikerülne negyediknek lenni, de hát ez hogy mondjam, nagyon, most mi nem lehet megmondani, hogy hova fogunk tudni odaérni. Fontos meccset nyertünk meg múlt héten a Csurgó ellen hazai pályán, valószínűleg ő lesz a negyedik, ötödik helyen a rivális, de látjuk, hogy itt a Budakalász, a Komló, a Gyöngyös, a Vár, tehát mindenki nagyon megerősödött, és mindenki gyűjtögeti a pontokat. Itt két nem várt eredmény, és nagyon le lehet csúszni, de nagyon lehet előre lépni egy két bravúros győzelemmel is. A második félidő első felében a hazai csapat eredményesen tudta csökkenteni a különbséget. Az egyenlítéstől sem álltak messze a hazaiak, kétszer feljöttek egy gólos különbségre, egyenlíteni azonban nem sikerült. A vendégek ezt kihasználták, és fokozatosan elléptek. Gratulálok a Fürednek, nem vagyok a fiúkkal megelégedve. Részbe tudtuk csak megcsinálni, amit kértem. Igaz, ez erre a mondás, annyira hagynak minket játszani, annyira tudunk játszani, amennyire hagynak minket. Ma nem hagytak. Nem tetszett a Fürednek ez a kemény védekezés a csapatnak, amit kértem, hogy ne menjünk bele ebbe az egy-egy verekedésbe, egy-egy elő játékba, hogy mozgásból játszunk, ez nem sikerült ma. Pont az ellenkezőjét csinálták, nem is volt eredményes, ezen dolgoznunk kell. A védekezésben is működött a dolog, de ott meg figyelmetlenségekből könnyű gólokat kaptunk. Elbambult valamelyik szélső, kettes, hármas, és abból kaptunk olyan gólokat, amit eddig nem kaptunk. Úgyhogy, és úgy jöttünk ki, hogy feltartott kézzel az első félidőben. Megkaptuk azt a 4-5 gólos hátrányt, és onnan nem bírtunk fölállni. Mindig követtük csak az eredményt, így nagyon nehéz volt. Második félidőben visszajöttünk a mérkőzésbe, de ez várható volt, hogy ez nagyon nagy melóba került nekünk, és elfáradtunk, és így lett ez a nagyobb különbség, amit úgy gondolok, egy kicsit soknak tartok, de végül is mindegy. A hétvégén szombaton megyünk Mezőkövesre, ott is várható egy nagyon nagy csata. Ezt tudni kell, hogy utolsók a mezőközvesdi csapat. Tulajdonképpen nekik nincs vesztenivalójuk, de akár is egy nagy. Nagyon nagy csata lesz. Ilyen ellenfélhez mindig nagyon nehéz menni. Mindig az utolsó esélyük, és ez nagyon nehéz ellenük játszani. Jó kis csapat, eddig nem jöttek ki össze, remélem nem ellenünk fognak föltátosodni. A Szeje Budakalász december 3-án Mezőkövesd otthonába látogat. Hazai pályán legközelebb december 10-én Tatabánya együttesét fogadja majd a csapat. A Budakalász ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Köztért című műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb hétfőn este 6 órakor jelentkezünk. Addig is látogassanak el a www.vkctv.hu oldalra, ahol visszanézhetik korábbi adásainkat, de követhettek bennünket a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!